Hare Krishna, kedves bakták! Itt ülünk kint a templom előterében Bhakti Pál Prabhuval. A templom szobában éppen folyik egy istagosti megbeszélés, de akkor mi fogunk egy rövid online előadást tartani arról Bhakti Pál Prabhuval, hogy miért engedi Krishna, hogy járvány legyen a világban. Ez egy nagyon aktuális és nagyon feszítő téma most, hogyha létezik egy jó Isten, akkor miért vannak szenvedések ebbe a világban, miért vannak járványok. És ezt a témát fogjuk körbejárni ebbe a leckébe, ebbe a bejelentkezésbe. És át is adnám a szót Bhakti Pál Prabhunak. Először ő fogja kezdeni, hogy miért vannak ezek a dolgok, és akkor utána én is hozzáfűzök valamit. Bhakti Pál Prabhu. Hare Krishna. Isopanisádban Krishna nagyon jól, nem is Krishna mondja ezt, de ott olvashatunk első kettő mantrába, Isavasya Midam Sarvam, Yat Kincham Jagatam Jagat Tena, Chak Tena Bujjita, Magridha, Kasya Siddhanam, ami arról szól, hogy ebben a világban minden Krishnáé. Isavasya, ez azt jelenti, hogy mindennek birtokosa Krishna. És minden, és hogyha valaki akarja valamit használni, azt használhatja. Bujjantát, ez azt jelenti, hogy élvezheti a világot, hogyha már itt született élvezni, de annyi elfogadja magának az élvezetre, ami az ő része, ami neki ki van jelölve. És Bujjita, Kasya Siddhanam, és utána Krishna mondja, használhatod, ami a tiéd, ami neked van, de ne legyél mohó, Kasya Siddhanam, mert ki az egész, kihez minden tartozik, minden Krishnahoz tartozik, minden az övé. És a következő versben azt mondja, hogy ha így él az ember, hogyha ökológikusan, Krishna törvényei szerint, és csak annyit fogadja, amennyire szükséglete van, akkor na karma lipja tenere, akkor nem kapja karmát. Nem ragad rá a karma, lipja te, nem ragad rá. Nem teremti karmát az ember. És azt mondja, akár 100 évig is élhet így az ember. Most látjunk, hogy most fordítva él az ember, teljesen kizsákmányolja földöt, annyi sok fölösleges termelés van, például csak egy rövidet, hogyha régen egy autó tönkrement, vagy valami, akkor elmentél a szerelőbe, akkor azt a régi dolgot kiszerelte, és megjavította, és visszarakták. Most azt mondják, azt ki kell dobni, vegyél újat. Most nagyon-nagyon pazarlás megy minden pazarról ember, szóval sokkal többet, nem tudom hány ezerszeresen többet használ, amennyire van szükség, akkor ez nem egyezik ezzel a törvénnyel, és ilyen kor kezd karmát teremteni. És nem csak, ez az csak egy oldat, amit én rá mondjuk megnéztünk ebből a szempontból, mindjárt Lila Suka Prabhu mondja a másik szempontból, aztán megnézzük, mennyi időnk lesz, hogy tudjuk mondani még egy pár szempontot, mert nagyon sok szempontból lehet vizsgálni, de alap ez a, itt van az Isopanisád, amit mondja, hogy ha többet, akkor karma. Akkor karma teremtesz, és akkor természetesen ezt valahogy harmóniába, egyensúlyba kell rakni, és akkor a világ törvényé leállítják egy kicsit embernek az aktivitási tevékenységeket, hogy kiegyensúlyozza megint a dolgokat. Szóval mennyire túl sokba volt ember, most egy kicsit kevesebben, hogy valami, hogy ne menjen tönkre a világ, mert ennek rossz lehetne a vége, mert végtelenségig nem lehet csak így növelni az egóját, az igényeket. A anyagi világ nem erről szól. Hát ez az egyik szempont. Egy másik szempont az az, hogy ugye miért teremtett Isten egy szenvedéssel teli világot. Igazából
Van két világ. Van egy lelki világ, egy transzcendentális világ, és van az anyagi világ. És minden egyes lélek eldöntheti, hogy melyikbe fog élni. A lelki világban minden lélek összhangban van a legfelsőbb személy, Krishna, Istennek, Krishnának a vágyával. És Srila Prabhupád erre azt a példát hozta, amikor egy követ bedobunk egy tóba, akkor a körül koncentrikus hullámok vannak. És minden nagyon szép és harmonikus. Ugye Krishna a középpont, és mindenki együttműködik Krishnával. Mindenki próbálja beteljesíteni Krishnának a vágyát, és Krishna pedig beteljesíti mindenki másnak a vágyát, és ez nagyon harmonikusan működik. Krishna a középpont. Hogyha ez valakinek nem tetszik, hogy már foglalt a középpont szerep, és ő szeretne lenni a középpontba, erre is van lehetőség, erre van az anyagi világ. És az anyagi világban mindenki gondolhatja azt, hogy ő van a középpontban, és minden körülötte forog. Ez olyan, mint amikor a Srila Prabhupád példájánál maradva, hogy akkor bedobunk egy marékkövet a tóba, és akkor a hullámok azok összeütköznek egymással, interferenciát okoznak, és kicsit kaotikus, zavaros a víz. Ugyanígy a világban mindig van valamilyen mértékű zavar, mert mindenki saját magát tekinti a középpontnak, mindenkinek van egy saját szabad akarata, amit tud jól és rosszul is használni, mindenkinek van valamennyi befolyási köre, és ezek a befolyási körök ütköznek egymással. És ezért van olyan sok probléma, feszültség, háború, verekedés a világban, mert az egyének beavatkoznak egymásnak a jogosultságába. És ez minél jobban történik, annál nagyobb a feszültség. És hogyha nézzük Isten szempontjából, ugye szabad akaratot adott mindenkinek, mert a szeretet a szabad akaraton függ. Nem lehet kényszeríteni senkit, hogy szeresse Istent. Lehet, hogy valakinek hozzá lehetne fogni egy revolvert a fejéhez, hogy szeresd Istent, vagy szeress másokat, de ez nem így működik. És tehát, hogy van ez a szabad akarat. És akik a lelki világban élnek, azok jól használják a szabad akaratukat, és akik az anyagi világban élnek, valamikor jól használják, valamikor nem jól használják. És ezért van olyan sok feszültség. Miért engedi meg Krishna, hogy legyen ez az anyagi világ? Mert hogyha nem engedné meg, akkor mi történne azokkal, akik nem akarnak vele együttműködni? Kell egy olyan hely, ahol létezhetnek azok az élőlények, akik akarják függetlenül használni a szabad akaratukat Isten akarata ellenére. És ebben a világban élünk most mindannyian, ugyanúgy, mint egy országban is van börtön. Nem muszáj börtönbe menni, de akik megszegik Istennek az utasításait, akkor börtönbe kell lenniük. És mi is megszegtük, ezért itt vagyunk az anyagi világban. De hogyha gyakoroljuk az odaadó szolgálatot, énekeljük Istennek a szent nevét, hallunk róla a szentírásokból, Bhagavad Gita-ból, Srimad Bhagavatamból, társulunk az ő híveivel, baktáival, és újra felébresztjük ezt a Isten iránti szeretetet, ami ott van mindenkinek a szívében, akkor újra élhetünk a lelki világba. Vagy amilyen mértékben ez megtörténik, amilyen mértékben meghódolunk a legfelsőbb személy utasításának, olyan mértékben ez megtörténik az életünkben is. És amikor van ez a válság, ami most éppen van, de ne lepődjetek meg, ez az anyagi világ minden ilyen marad. Azt mondja Bhagavad Gita, dukhálajam a sásvatam, hogy ideiglenes és szenvedéssel teli hely. Tehát, hogy ez mindig ilyen volt, mindig ilyen lesz. Valamikor jobban mennek a dolgok, és amikor jobban mennek, akkor lesz egy idő, amikor rosszabbul mennek. Amikor rosszabbul mennek a dolgok, akkor lesz egy idő, amikor megint jobban mennek, és amikor jobban mennek, megint lesz idő, amikor rosszabbul mennek. Ezt úgy hívják szamszárának a körforgása, amiben benne vagyunk mindannyian. És akkor úgy néz ki, ez a szamszárának a kereke most átfordult abba, hogy most kicsit rosszabbul mennek a dolgok, ahogy Bhakti Pál Prabhu is fogalmazta, hogy eddig túlhasználták az emberek a világnak az erőforrásait, akkor most kicsit vissza kell fogniuk magukat a legfelsőbb személy utasítására, iránymutatására, és jobb, hogyha mi korlátozzuk
saját magunkat. Mi követünk szabályozó elveket, mert amikor ezek ránk vannak kényszerítve az anyagi energia által, akkor sokkal fájdalmasabb. Sokkal fájdalmasabb, mint hogyha önként csináljuk. Tehát, hogy két dolog közül lehet választani. Vagy önkéntesen gyakoroljuk a lemondást, vagy ránk van kényszerítve a lemondás. Ez a két opció van. És most vagyunk egy olyan helyzetben, hogy kényszerítve van valamennyire ránk a lemondás, de hogyha ezt az időszakot arra használjuk, hogy közelítünk a legfelsőbb személy felé, és amikor valaki gyakorló, tehát hogy gyakorló baktáknak is, hogy oké, én valamennyire követem Krisnának az utasításait, valamennyire meg nem. Tehát, hogy mindenki, ha saját magában néz, akkor tudja látni, hogy jó, nem minden pont úgy csinálok, ahogy kellene. Tudok-e ebben a helyzetben kicsit jobban igazodni Krisnának a törvényeihez, Krisnának a szabályozó elveihez? Mert hogyha ezt az időszakot erre használjuk, akkor tudunk épülni ebből a nehéz időszakból. És hamarosan átadom a szót Bhakti Pád Prabhunak, hogy akkor ő folytassa, és amikor ő befejezi, akkor elmesélnék egy történetet. Elmesélnék arról egy történetet, hogy hogy kell ezt még helyesebben megérteni, helyes perspektívából, hogy oké, miért van szenvedés ebben a világban, amikor én nem akarok szenvedni? Igen. Én még megint egy kicsit úgy is Upanishad, de más szemszögből megnéznék, hogy én már régóta figyeltem arról, hogy például maratonon, amikor voltam Győrbe osztani könyveket, és már két hónapja karácsony előtt a Győrben nagyon szép nagy templom van, és hatalmas nagy főtér. És két hónapon keresztül ott csak alkoholivás van és húsevés. Szóval a templom háza előtt van mészárlás, mondhatjuk így, és alkoholivás. És szóval amikor már annyira elindult, hogyha megnézzünk most már minden, nem minden, de sok bűn legalizálva van. Mert ez a liberalizmus, ami van, ez ami, hát demonizmus, finoman mondva. Mert régen, amikor királyok írták törvénykönyvet, vagy alkotmányt, akkor az induló pont volt mindig Isten könyve, Istennek a törvénye. És ez egyezett. Aztán, amikor, mivel degradál Kali Yugába a világ, a társadalom, akkor jelentek meg mondjuk így aljás vágyak, először csak kicsi, és utána átírták a törvényeket, hogy ez már lehet csinálni. És most átlagos ember, aki él életet, ő lehet, hogy az állami törvényeket betartja. De hát ott van engedve húsevés, akkor van engedve alkoholivás, sok minden mást is van engedve. Nem fogok most itt minden felsorolni. Ami az állami törvények szerint egyezik és jól, de Isten törvényel nem. Szóval most már nincs kapcsolat. Amikor érnek a törvények, akkor a mérce a központban nem Isten, nem az ő törvénye, hanem központban van az ember, mi a igénye, vagy mi a vágya, és akkor ahhoz átírják a törvényeket. Így, amikor 7 milliárdból 99,9% bűnt csinál, akkor csak képzeljünk el, hogy mennyire leterheli a bolygót. Emlékeztek még a Bibliába Szodom, Gomorra városokat, amikor emberek minden bűnbe belemerültek, akkor el voltak pusztítva a városok, és most az egész bolygó Szodom, Gomorra volt, vagy van. És nem kell megijedni, nem próbálok nem negatívet mondani, mondom inkább a tényeket, mert
most 10.000-es aranykorszakban vagyunk, szóval minden rendben lesz, de most egy kis tisztító folyamatban segít nekünk a Krisnának a karma törvénye és a többi, hogy jobb, hogy emberek egy kicsit megálljanak és befele forduljanak, mert ez az érzéki kielégítés, mert lehet mondani, na és akkor miért probléma, hogy is embere a központ, a, most a törvénynek, és hogy most van liberalizmus, és lehet csinálni ezeket. Hát az a baj, hogy akkor ember csak a külsőre kimegy a tudat, csak a külsőre koncentrál. Nézzétek meg, hogy még 100 év ezelőtt mennyi válás volt a családokban. Alig volt, mert embereknek működött a kapcsolat. Most ez az élvezet, önzősség annyira kikapcsol érzékenység egymás felé, hogy én nem tudok érzékeny lenni más felé, egy barátom felé, vagy a családtagjaim felé. Ezért jönnek a konfliktusok, problémák. Ez a probléma. Ez mondja a Srila Prabhupád, hogy ez egy érzéktelen civilizáció. Lélektelen civilizáció, ami érzéktelenre válik, és hiába voltak 3 héttel ezelőtt minden lehetőséget élvezetre, de nem voltak boldogok az emberek, mert nincsen ez az érzékenység egy más irányt. Ezért az állatmészárlás emberek nem érzékelnek, hogy valaki meghal. És közben beszélnek a szeretetről. Hát nem lehet beszélni szeretetről, amikor nem is tudjuk, mit jelent érzékenység. Szóval ez a következménye, amikor valaki élvező mentalitásba kerül. Nagyon önző lesz, mint a Szombathelyen van egy belvárosban egy ilyen bolt, egoist. ez milyen bolt? Ruhabolt. Szóval ez egy érzékenység, nem működik, és most, amikor kicsit korlátozó van, most mindenki kényszerben van, mondhatjuk, ami nem baj, befele fordulni. Másképp depresszió, stressz és ember kezelhetetlen lesz a helyzete. Most csak úgy lehet megemészteni mindent, hogyha befele fordul, hallgatja, tanulja, miért ez történt, miért ezt csinál Isten, és így tovább. És amikor megkapja információt, tudást, és megkapja a gyakorlati lehetőségeket, akkor most nagyon intenzíven, gyorsan tud változtatni. Másképp nem lehet. Az élvezet, Prabhupád mondja, nem összeférhető, korlátlan élvezet és boldogság, vagy lelki fejlődés, mert ez az egyenlő boldogsággal nem összeférhető. És most egy kicsit így nagy kegyet kaptunk. Kicsit fáj, én is, mikor néha imádkozom Úr Nityanándához, add a kegyet, akkor jön a probléma. Fú, mondom, hát nem ilyen gyorsan, nem ilyen sokat, de utána látom, hogy ez kegy, ez egy jó dolog. És ezért történnek. Másképp Kali Yuga gyorsabban befejeződne, mert már annyira elindult lefele, hogy nem lehet, hogy nem tartana már 400.000 évig. Így most pedig van esély, hogy kitartja. Meg kell fékezni a Kali Yugát. Kicsikit lehet, igen, mert beindult. Jó, akkor ez, amit kértél, ezt a szempontot még rávilágítottunk. Még eszembe jutott erről a ugye, hamis egóról, hogy ugye a Bhagavad Gita beszél arról, hogy mi örökkévaló lelkek vagyunk, nem vagyunk ez a test, nem tartozunk az anyagi világhoz, de nagyon belemerülünk ezekbe az anyagi azonosságokba, amelyek ideiglenesek. És amikor változnak ezek az azonosságok, akkor fájdalmat tapasztalunk. És az a egyik problémája az anyagi élvezetnek, hogy amit említett Baktipát, hogy növeli az embernek a hamis egóját. És amikor növelve van a hamis egó, van a Srimad Bhagavatam 11. énekében egy rész, hogy a lélek nem tudja élvezni az anyagi energiát, csak úgy önmagában, mert a lélek lelki természetű, transzcendentális, az anyag meg anyag. És a hamis egó, ez egy katalizátor, egy kapcsoló a kettő között, hogy összekapcsolja a lelket az anyaggal. És akkor a lélek tud egyfajta illuzórikus boldogságot tapasztalni. És az történik, hogy amikor belemerülünk az érzéki élvezetekbe, akkor felerősödik a hamis egó.
De az érzéki élvezetnek az ára szenvedés. Minél több érzéki élvezetet akar valaki, annál több szenvedés az ára. És amikor jön a szenvedés, ugye amikor ki kell fizetni az árát, akkor a szenvedés is erősebb. Hogyha kisebb a hamis ego, akkor jön ugyanaz a szenvedés, akkor kisebb a szenvedés. Tehát, hogy nem csak azon múlik, hogy valaki milyen helyzetben van, hanem milyen mértékű a hamis egója. És ezek a válságok, ezek a nehéz helyzetek, akkor kicsit visszanyírbálják a hamis egónkat, mindannyiunkét. Van ez egy mondás, ugye Sri Chaitanya Mahaprabhu mondta, hogy legyünk alázatosabbak, mint egy fűszál. És akkor én ezt kicsit tovább költöttem, legyünk alázatosabb, mint egy fűszál, mert akkor jön a fűnyíró, ha nem leszünk alázatosabbak. És most jön a fűnyíró éppen. Hogyha tudunk alázatosak maradni, akkor nem fog probléma lenni. Hogyha nagy az ego, akkor a fűnyíró bele fog vágni az egónkba. És ez fájdalmas, mert igazából a lélek transzcendentális nem tapasztalja az anyagi fájdalmakat. A fizikai test az pedig halott anyag. Csak azért néz ki élőnek, mert benne van a lélek. Akkor ki az, aki tapasztalja a fájdalmat, ki az, aki tapasztalja a halálfélelmet? Ez az ego. És amikor a szentírások tanulmányozásával, a Isten szent nevének éneklésével természetesen csökkentjük a hamiságunkat, amennyire csökkentjük a hamiságunkat, olyan mértékben csökken a szenvedés is, vagy csökken a probléma. De hogyha ez nem megy magunktól, hogyha saját magunk nem tudjuk gyakorolni az alázatot, és nem leszünk alázatosabbak, mint egy fűszál, akkor jön a fűnyíró. És most éppen jön a fűnyíró, és én az a javaslatom mindenki számára, hogy próbáljon alázatosabb lenni, próbáljon megtalálni, hogy mit kell nekem ebből most tanulnom. Mert mindenkinek van egy egyéni helyzete, mindenkinek van egy egyéni karmája, egy egyéni lelki gyakorlata, úgymond, és akkor ezt kell erősíteni. Hogyha valakinek nincs lelki gyakorlata, akkor kérem, hogy kezdje el, és amikor valaki, hogyha már valakinek van, vagy hogyha Krisna hívőkről, baktákról van szó, hogyha van lelki gyakorlatuk, akkor nézzük meg, hogy oké, mit tudok ehhez hozzáadni, mit tudok jobban csinálni, hogy még erősebb legyen a lelki gyakorlatom, hogy akkor még könnyebben, még gyorsabban tudjak a legfelsőbb személlyel összhangban cselekedni. És a történet, amit ígértem, ez Albert Einsteinnel kapcsolatos. Megkérdeztem az Einstein intézet vezetőjét, még annak idején voltak itt Krisna-völgyben, ő Los Angelesben egy magyar úriember, és írtam neki levelet, hogy ez a sztori igaz-e, és mondta, hogy nem tudja megerősíteni, de ez a sztori olyan jó, hogy még Einstein neve nélkül is nagyon, nagyon izgalmas, úgyhogy Einstein nélkül, akkor elmondom ezt a történetet. Volt egy diák, ez az 1900-as évek elején volt, 1800-as évek vége, 1900-as évek eleje, és akkor már kezdett elősödni az ateizmus, és amikor bent volt az egyetemen, akkor a tanár beszélt arról, hogy olyan sok probléma van a világban, akkor is volt valami, hogy nincs Isten, mert nem lenne ilyen sok probléma, hogyha létezne egy jó Isten. Hogyha létezne egy jó Isten, akkor miért lenne ennyi szenvedés? És felszólította az egyik diákot. Fiam, te hiszel Istenben? És a diák azt mondta, hogy igen, hiszek Istenben. És akkor kérdezte tőle, hogy Isten jóságos? És mondta a diák, hogy igen, Uram, Isten jóságos. Isten teremtette a világot? Igen, Uram, Isten teremtette a világot. És akkor tovább folytat, hogy ha Isten teremtette a világot, és Isten jóságos, akkor miért van ennyi szenvedés ebbe a világban? A diák nem válaszolt, és kérdezett tovább, tudod, nekem most halt meg a testvérem, itt hagyott három gyermeket és egy özvegy asszonyt, hogyha létezne Isten, akkor miért engedheti meg ezt az igazságtalanságot? Miért vannak járványok, miért vannak háborúk, miért van olyan sok
szenvedés a világba. És akkor feltette a kérdést a diáknak, láttad már valaha Istent? És mondta a diák, hogy nem láttam. Tapasztaltad már, hallottad a hangját Istennek? Nem hallottam, Uram. Érezted az illatát Istennek? Nem éreztem, Uram. Érezted az ízét? Nem éreztem, Uram. Tapintottad a kezeddel? Nem tapintottam, Uram. Akkor a tudomány mai állása szerint a te Istened nem létezik, mert nem lehet látni, hallani, tapasztalni, szagolni, ízlelni, tehát nem lehet felfogni az anyagi érzékekkel, ezért a te Istened nem létezik. És már ültette volna le a diákot, és a diák visszakérdezett, hogy professzor úr, kérdezhetek valamit én is? És akkor mondta a professzor, persze, kérdezzél, fiam. Professzor úr, létezik olyan dolog, mint hő? És mondta a professzor, létezik. Létezik olyan dolog, mint hideg? És akkor a professzor mondta, hogy igen, létezik. És akkor a diák visszaválaszolt, hogy uramon téved. És akkor erre megállt a levegő az osztályban, mert akkor tájt még nem volt szokás vitatkozni a professzorral, még a légy zümmögését is lehetett hallani, és akkor a professzor így kontrollálta magát, és visszakérdezett, mit értesz ezzel a fiam? Kedves professzor úr, a fény, vagy a hő az egy energia, amit lehet fokozni, lehet kis hőnk, nagy hőnk, ötször, tízszer akkora hőnk. Ez egy energia. De a hideg az nem egy energia, hanem az a hőnek a hiánya. És van egy pont, ahol már nem lehet fokozni a hideget. Mínusz 273 fok, azt hiszem annyi a leghidegebb, amit elő lehet állítani, az azt jelenti, hogy a hideg az nem a hőségnek az ellentéte, hanem a hőségnek a hiánya. Egy szubstancia van a hő, és annak a hiányát bizonyos ponton úgy hívjuk, hogy hideg. És hogy kinek mennyi a hideg, akkor az változó. A eszkimónak más a hideg, mint aki Afrikában lakik, de akkor ott van egy mérőszám, van egy mérce, tehát hogy nincs a kettősség. Ugyanúgy, ugye visszakapcsolva az eredeti példához, van Istennek a jósága, akkor miért van gonoszság a világban? Akkor, és még a diák nem fejezte be, és mondta, hogy professzor úr, létezik olyan dolog, mint fény. És a professzor megint mondta, hogy létezik. Professzor úr, létezik olyan, mint sötétség? És akkor a professzor megint mondta, hogy igen, létezik. Uram, ön ismét téved, mert a fény az egy energia, az egy szubstancia, amit lehet fokozni, lehet kétszer, háromszor, ötször, tízszer akkora fényünk, de a sötétséget azt egy idő után nem lehet fokozni, amikor kimegyünk éjszaka, és nem világít a hold, a csillagok, mert felhők fedik az éget, és nincs utcavilágítás, itt Krisna-völgyben előfordul ilyen, és amikor azt a sötétet már nem lehet megduplázni, vagy megötszörözni, tízszerezni, mert nincs tovább. Tehát, hogy ugyanígy a fény az egy szubstancia, és a sötétség az a fénynek a hiánya. És ugyanígy, amit tapasztalunk a világban, gonoszság vagy szenvedés, az Isten jóságának a hiányát tapasztaljuk. De miért tapasztaljuk Istennek a hiányát? Azért tapasztaljuk Istennek a hiányát, mert eltávolodtunk tőle. És minél jobban eltávolodunk Istentől, minél jobban eltávolodunk Krisnától, annál jobban tapasztaljuk Isten jóságának a hiányát. Mi a megoldás? Nagyon egyszerű a megoldás. Megint vissza kell kanyarodni hozzá, közelíteni kell. És akkor minél közelebb megyünk hozzá, annál jobban tapasztaljuk ismét Isten jóságának a jelenlétét az életünkben. Ha valaki elmegy messzire a cserépkályhától, ami be van fűtve, és akkor fázik, nagyon egyszerű a megoldás, megint vissza kell oda menni. És akkor megint tapasztaljuk a melegét. És akkor a diák még nem fejezte be. Professzor úr, tanítják itt az egyetemen a darwini evolúciós elméletet? És mondta, hogy persze, hogy tanítjuk. Persze, hogy tanítjuk. És professzor úr, látta már valaki, hogy az egyik faj átalakul a másikba? És mondta a professzor, hogy hát nem láttuk, mert az sok millió év alatt következik be. Tehát, hogy nem láttuk az evolúciót. Akkor professzor úr, fogalmazhatunk úgy, hogy ön nem egy tanár, hanem egy prédikátor, aki a saját hitét prédikálja itt az egyetemen? És akkor a diákok
elkezdtek egy kicsit nevetni a professzoron, és akkor a diák odafordult a többi diák felé, és akkor kérdezte tőlük, látta már valaha valaki a professzor agyát? És a diákok azt mondták kórusban, hogy nem. Érintette valaki a kezével a professzor agyát? És akkor mondták, hogy nem. Érezte az ízét a professzor agyának? És a diákok azt mondták, hogy nem. Érezte az illatát a professzor agyának? És azt mondták, hogy nem. Hallotta-e valaki a professzor agyát? És azt mondták, hogy nem. És akkor a diák levonta a következtetést, kedves professzor úr, akkor levonhatjuk a következtetést, hogy a tudomány mai állása szerint az ön agya nem létezik, mert nem láttuk, nem hallottuk, nem ízleltük, nem szagoltuk, nem tapintottuk. És hogyha ez igaz, hogy az ön agya nem létezik, akkor miért kellene hitelt adni az ön szavainak? És akkor a professzor nagyon le volt forrázva, ott mindenki előtt, és akkor mondta, hogy hát, el kell fogadnotok, el kell hinnetek, amit mondok. És ugyanígy, akkor a diák visszafordult a többiek felé, és mondta, hogy ugyanúgy ez a kapcsolata az ember és az Isten között, hogy kell ez a hit, ez a kapcsolat, és hogyha ez a hit megfelelő és élő, akkor valaki tudja tapasztalni a legfelsőbb személynek a jóságát és a gondoskodását. És hogyha itt van valami hiány, akkor az a javaslat, hogy akkor ezt kell erősíteni, mert sajnos a mai kommunikáció, a mai média gyakorlatilag egyre jobban és jobban csökkenti ezt a hitet, vagy próbálja kiölni. Nem próbálnak Istent mindenhonnan kiűzni a világból, ne legyen jelen az iskolában, ne legyen jelen a munkahelyeken, ne legyen jelen, már lassan sehol se lehet jelen. A szórakozásban ne legyen jelen, mert az ciki, és ne legyen jelen sehol. De amikor van valami probléma, akkor megint kérdezik, hogy hol van Isten. Oké, de hogyha mindenhonnan kitiltottuk Istent, akkor mi panaszkodunk, hogy Isten hiányába, akkor tapasztalunk szenvedést és gonoszságot a világban. Hívjuk vissza Istent az életébe, hívjuk vissza Istent a szívünkbe, azáltal, hogy énekeljük a Szent nevét, azáltal, hogy hallunk róla, és azáltal, hogy próbáljuk követni az utasításait, és megint fogjuk tapasztalni Isten jóságát és Istennek a segítségét. Visszaadnám a szót Bhakti Pád Prabhunak. Hát ahogy Sivaráma Maharadzs nagyon pontosítja a hit szót, úgy mondják szanszkritul Shraddha, Shraddha Shabdra Vishvasa, és az a Shraddha, ez a hit, bizalom. Mert például mindenki hisz Istenbe, de ki bízik benne? Valakik. Igen, én hiszek Istenben, de mivel nem bízok benne, ezért nem élek Isten törvényei szerint. Mert hogyha bíznék, hogy Krishna Bhakti Kaila Sarva Karma Kritahaya. Sarva Karma Kritahaya. Hogyha én bíznék, hogyha lenne nekem igazi Shraddha, Shraddha Shabda Vishvasa, akkor én tudom, hogyha én Krishna Bhaktit végzek, a Bhakti Jógát, akkor Sarva Karma Kritahaya. Akkor minden, amire szükségem van, én minden elérem csupán csak azáltal, hogy bhakti jogát gyakorolok. És szóval ez a hit. Szóval a hit, ez nem csak, mert mi hiszünk, tudjunk hinni, hogy van valamelyik államnak a elnöke, de bízunk-e benne? Ugye nem, szóval hinni és bízni, ez nem ugyanaz, ezért nagyon fontos ez a bizalom. És hogyan nyilvánul külsőleg egy bizalom, egy hit, igazi hit egy baktába vagy egy emberbe. Szó Shraddha azt is jelenti, hogy tisztelet. Akinek van ez a bizalom, először nekünk bizalom kell Shastriya Shraddha, bizalom, hit szentírásokban. Ahogy most beszélt, hogy először el kell hinni. És hogyan tudom megállapítani, bennem van ez a hit, milyen mértékben, vagy a másokban, akikkel akarok megosztani ezt a tudást, mert megosztani könnyebb azokkal, akiknek van ez a hit. És ez
abból nyilvánul, hogy ez a személy, aki rendelkezik hiten, nagyon nagy tisztelettel viszonyul azokhoz, ami baktinak a forrása, a bakták, könyvek, akkor ő fogja, ó, ez a könyv, ez nekem olyan meg tud adni, ami sehol máshol nem kaphatok meg. És ezért ő nagyon tiszteli baktákat, mert tudom, hogy ez a bakta, ez a személy, ez nekem megadja olyat, ami sehol senkitől nem kaphatok. Szóval ez a igazi hit, nem csak én. Én hiszek, hiszek, persze tudom, ismerem mantrát, hiszek, működik, én hiszek. Igen, sokan hisznek, de kevesen bíznak. Ezért még fontos, hogy ez a hit az mély legyen, az bizalom is legyen, mert akkor én tisztelek, és ki akarok próbálni, amiben bízok, az szerint próbálok élni. És most nekünk van ez a lehetőség, ezzel a kis válsággal, jobban bízni, mert most már látjuk, hogy annyi világban nem lehet bízni. Tegnap előtt 3 hét még minden virágzott, ment fölfele a pénzügyi rendszer, annyira GDP, annyira stabil volt, de asásvatam, de ideglenes, csak összeomlott minden. Mi nem omlott össze? Isten nem omlott össze, a lelki dolgok nem omlott össze, és akinek van bizalom Krisnában, az az ember nem omlott össze. És ezért csak ebben az időben próbáljunk egyre jobban erősíteni azt a hitet, bizalmat, többet, és ez hogy kell? Kevesebbet kell társulni anyagi információkkal, most mindenki nézi internetet, csak szükséglet információ, hogy mi történik körülöttünk, de túl sokat nem, mert elpusztítja a hitünket lelki világba, lelki folyamatban, mert anyagi vibráció az pusztítja a lelki hitet, szennyezi a tudatunkat, toxinokat, mentális toxinokat fog nekünk, hogy mondjuk, létrehozni. De minél többet hallok, társulok és próbálok a gyakorlatban a bhakti jogát, annál jobban erősíti a bizalmat, a hitamat, és rögtön megnyugszok. Ebben a pillanatban, ahogy Visvana Csakravarti Thakura is azt mondja, ahogy elkezdesz gyakorolni, akkor, hogy mondják ezt a levelet? Szenvedés csökkentése? Most nem jelenti. Klesagni. Klesagni? Igen. Úr Csaitanya mondja ugyanaz, hogy Nama Sikshastakában, ahol azt mondja, hogy Nem, az első versben, első sor, hogy kezdődik? Csetadárpana Marjana, Dava Mahadavagni, Bhavana Mahadavagni Nirvapanam. Ő is azt mondja, azonnal a szenvedés tűze csökkenni kezd. De nem szabad oltani a lelki tüzet anyagi dolgokkal, anyagi információval. Azt inkább csökkenni kell. Ez is ugyanolyan karantén, az elme karantén, hogyha mi nem engedjünk fertőzni a mi elmünket túl sok internetfilmeknek, meg sok milyen dolgoknak, hanem karanténban tartunk, feltötörenítjük az elmét Srila Prabhupád tudással, bakták társulásával, akkor elme, mert ez a vírus, hogyha észreveszitek, elmébe is van. Mindenki pánikó szenved. Ez egy vírus, elme. De feltötörenítés, nem alkohollal kell, hanem Srila Prabhupád könyvekkel, japával, gyakorlattal, bakták társulásával, legalább online keresztül. Még ami eszembe jutott erről, amit mondtál, hogy ugye Krisnával mindenki kapcsolatban van. A kérdés, hogy milyen módon. Kétféleképpen lehet Krisnával kapcsolatban lenni, a külső energián keresztül, vagy a belső energián keresztül. Ugye a külső energia az azt jelenti, hogy a karma törvényén keresztül, és belső energia pedig azt jelenti, hogy az odadó szolgálaton keresztül. És mindenki eldöntheti, hogy a kettő közül melyiken keresztül lesz kapcsolatba Krisnával.
És de a karma törvénye az úgy működik, hogy fogad fogért, szemet szemét. Hogyha szenvedést okoztunk másoknak, akkor mi is szenvedést fogunk tapasztalni. De nem muszáj a karma törvénye hatás alatt maradni. De ahhoz, hogy ne maradjunk a karma törvényének a hatás alatt, akkor a bhakti-nál kell menedéket venni. Ugye Krisna mondja Bhagavad Gita-ban, add fel a vallás minden változatát, s hódolj egyedül én előttem, én megvédelek minden bűnös visszahatástól, ne félj. Mert ezek a, most a világban a nehézségek, a visszahatások miatt vannak, de hogyha menedéket veszünk Krisnánál, vagy hogyha valaki már elkezdte a menedékvétel folyamatát, akkor jobban menedéket veszünk, mert ez is egy spektrum, nem, hogy valaki vagy menedéket vett, vagy nem, hanem 0%-tól 100%-ig tart, és amikor már valaki gyakorolja az odaadó szolgáltat, az azt jelenti, hogy menedéket vett valamennyire. De az azt is jelenti, hogy valamennyire meg nem vett menedéket, valamennyire még nem teljesen Krisnára bízza magát, hanem bízik az anyagi energiába. És a mostani időkben, akkor hogyha józanul nézzük a körülöttünk lévő világot, láthatjuk, hogy nem érdemes bízni az anyagi energiába, mert nagyon változékony, egyik pillanatról a másikra teljesen megváltozhat az iránya. És amikor mi egy változó dologhoz kötjük saját magunkat, akkor mi is hullámozni fogunk. De hogyha mi a legfelsőbb személyhez kötjük magunkat, aki acsala, aki mozdíthatatlan, akkor mi is mozdíthatatlanok leszünk. De hogyha a mindig változó anyagi energiához kötjük magunkat, akkor mi is, ahogy változik az anyagi energia, úgy fogunk változni. Hogyha jobban mennek a dolgok, akkor örülni fogunk, hogyha rosszabbul mennek, akkor pedig panaszkodni fogunk, vagy szenvedni fogunk. És ez mindig így lesz, de hogy a Krisnához kötjük magunkat, a legfelsőbb személyhez kötjük magunkat az odaadó szolgálat folyamata által, akkor mi is mozdíthatatlanok, vagy rendíthetetlenek tudunk lenni. És ez minden léleknek az alapvető természete, csak hogyha nem gyakoroljuk tökéletesen ezt, akkor még ott is lehetnek hullámzások. És gyakorló hívőknél, vagy baktáknál, Krisna hívőknél lehet az, hogy az egyik kézükkel fogják az anyagi energiát, a másik kezükkel fogják a lelki energiát, és ez a két energia kicsit húzza őket szét, és akkor tapasztalhatnak valamennyi feszítést, és akkor el kell engedni, és akkor kell Krisnánál menedéket venni, és lehet, hogy ez nem olyan könnyű. De ezek a helyzetek segíthetnek nekünk, hogy akkor forduljunk Krisna felé. És akkor tegyük fel a kérdést, kedves Krisna, ebben a helyzetben vagyok, valaki írta nekem az egyik kommentben, hogy én nem aggódok, de elveszítettem az állásomat, és nincs annyi pénzem, mint amennyit szeretnék, akkor most mit csináljak? Ugye mindenkit Krisna tart fenn, kivétel nélkül. Aki elfogadja őt, aki nem, azt is Krisna tartja fent. Akkor, hogyha odafordulunk Krisnához, kedves Krisna, kedves Uram, most ez a helyzetem, te ismered a helyzetemet, mit szeretnél, hogy mit csináljak most? És amikor feltesszük a kérdést, érdekel bennünket, hogy mi a megoldás, és Krisnának mindig van megoldása. De ahhoz, hogy halljuk az ő megoldást, oda kell figyelni. És mire kell odafigyelni? Oda kell figyelni arra, hogy énekeljük a Szent nevét. Mert a Szent név az a internet kapcsolat. Hogyha online akartok lenni a legfelsőbb személlyel, Krisnával, és hallani akarjátok a hangját, akkor énekeljétek az ő nevét figyelmesen, odafigyelve. Ne engedjétek, hogy elterelődjön az elmétek mindenfelé. Azért terelődik az elme, mert még mindig valakiknek képzeljük magunkat, ennek, annak, amannak. De hogyha visszatérünk az eredeti azonosságunkhoz, hogy mi lelkek vagyunk, a legfelsőbb személynek a szolgái vagyunk, kedves Uram, én a te szolgád vagyok, ebben a helyzetben vagyok most, mit szeretnél, hogy mit csináljak? Az első dolog, hogy akkor nagyon kiegyensúlyozott lesz az elmétek, és akkor Krisna fogja mondani belül, hogy akkor mit kell csinálni. Mert minden, neki minden helyzetre van megoldása. Lehet, hogy nekünk sok helyzetre nincs megoldásunk, vagy nem minden helyzetre van megoldásunk, és elmondok egy titkot még, lehet, hogy a kormányoknak se lesz minden helyzetben igazi jó megoldásuk.
De Krisnának van minden helyzetben jó megoldása, csak kell, hogy halljál. És ő a teljesen a te egyéni helyzetedre fogja mondani a megoldást, hogy mit kell csinálnod, de ahhoz hallanod kell az ő hangját, és ahhoz, hogy halljad az ő hangját, akkor halljad az ő nevét, és próbálj odafigyelni. És hogyha ezt megteszed, akkor fogod hallani belül az ő hangját, és akkor fog neked segíteni, hogy akkor mit kell csinálni. Bhakti Pál Prabhu? Elnézést, hogy így lefele nézek közben, mert látjátok, néha megjelenek képek, videók, szerkesztek közben az élőt. Egyszerre mindenre kell figyeljünk. Igen, a fontos a végül a gyakorlat az a mantra. Om Bhurbhuvasva. Először volt az igesz, a minden írást megerősíti, hogy hangvibrációból megnyilvánult, először megnyilvánult ebbe a világba az Om, Krisnának a fuvolájából, hangjából, ez bement a Brahma fülébe, utána az Om a kiterjedt Brahma Gayatriva, kiterjedt a védák teljes tudással, és végül kiterjedt Bhurbhuvasván három bolygó rendszerre. Szóval a hang vibrációból létrejött az éter, éterből jött a hallás, az a legfinomabb energia az éter, utána hallás, éter, ebből keletkezett a levegő, megint finom energia, finom levegő, nem amit mi lélegzünk. Ezzel adta mozgást, hogy mozogjanak a szerveinkbe, a vér, az étel a gyomorba, a felhők az égen mozogjanak, mozog, ahogy mondja, és Krishna, nem Krishna, hanem is Upanishadban, Jagatyam Jagat. Jagatyam Jagat, ez azt jelenti, hogy mozgó mozgóban. Az azt jelenti, hogy minden mozog. És az a levegő teszi lehetővé, utána jön a levegőből a tűz, ami adja a fényt, adja nekünk a látását, adja az intelligenciának kapacitást megemészteni információt, Sadaka Agni, ez is egy tűz, akkor van hőmérséklet, ez is egy tűz, sok minden tűz van, akkor onnan jön a víz, ami minden folyékonyává tud tenni, akkor megkötti a betont, ez is a víz, utána jön a föld, ami adja a keménységnek, a keménységet mindenek, egy stabil dolgokat, mint a mi szervezetünk, hogyha nem lenne föld elem, mint az izomzat és a csontozat, akkor milyen folyékonyok maradtunk volna. Szóval, és ez mind hangból, ez hang. Csak úgy van, hogy a hang tágul, durvul. Először van négyféle hangvibráció, van a para, ez a transzcendentális legfinomabb hangvibráció. Akkor utána egyre durvább hang, ez a pasya, ez a vizuális forma hangnak, pasya látni. Utána jön madhyama, ez a hang, ami elmébe. Ez is egy finom, már durvább, mint a pasya, de gondolatforma, ez nem más, mint hangvibráció. És végül vajkári vak, ez a durva szinten megnyilvánul hangvibráció. És amikor teljesen megdurvul a hang, akkor ilyen szilárd tárgyaknak látjunk. Szóval hangvibráció az egész. Ezért a hangvibráció az a legfinomabb energia is, és legerősebb, mert a hang minket megkötött, mi gyerekkortól hallottunk, te vagy ez a test, te vagy szép, te vagy legokosabb, élvezd magad, és így tovább. A hang minket behozta a csőbe, labirintusba, de a hang ki tudja minket vezetni, ezért a hang vibráció. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hangvibráció minket ki tud innen vezetni ebből a labirintusból. Tudjátok, mikor a labirintusban régen mentek, akkor vittek ilyen cérnát vagy a fonalot, a bejáratnál kikötöttök, és akkor bementek,
ki tudjanak jönni, hogy a cérnán keresztül vissza megtalálnak a kijáratot. Na, mi is úgy kell, a Szent Név után menjünk, és akkor kitaláljunk a kijáratot ebből a labirintusból. Köszönjük szépen a figyelmeteket, akkor ennyi volt ma reggelre, akkor kérlek, vegyetek menedéket Krisna szent nevénél, és akkor látni fogjátok, hogy Krisna fog segíteni nektek. Köszönjük szépen a figyelmeteket, Hare Krisna! Köszönjük szépen, Hare Krisna!